Nem, nem tévedtem. Te jövőre már a király is konnektoros lesz. Sziasztok! Tudjátok, hogy régóta keresem az elektromos autómat, régóta keresem az új autómat, hogy mivel ületek be, és most kapóra jött az, hogy hát 7 nappal ezelőtt kihozta a Royce, bemutatta a közönségnek is az új elektromos, tisztán elektromos autóját. Engem is nagyon érdekel. Én is nagyon szívesen beleülnék egy olyan autóba, ami azért a klasszikus, hát eleganciát képviseli, felvértezve és felöltöztetve a modern technikával. Mielőtt összehasonlítjuk ezt az autót ezzel a Spectával, az új elektromos szériával, ami jövőre már az utakon is lesz talán. Hadd mondjam el nektek, azt bizonyára tudjátok, hogy azért az elektromos autó eredeti ötlete szintén ehhez a gyárhoz köthető, Charles Royce-hoz, az egyik alapítójához, aki már az 1900-es évek elején azt mondta, hogy bizony-bizony a legcsendesebb, a legelegánsabb, a legfinomabb közlekedés az elektromos autó, ha ugye ki tudjuk alakítani a töltőállomásokat, mindenütt. Hát azért ez akkor egy nagyon-nagyon merész elképzelés volt, ma meg még mindig csántít igazán, hiszen ha belegondolunk, ebben is fölmerül a kérdés, hogy az az ember, aki megvesz majd egy ilyen drága autót, vajon mit szól ahhoz a félórás, háromórás töltéshez, hogyha meg kell állni 400 kilométerenként, de ne ugorjunk ilyen előtt. Először is nézzük meg, hogy mi az, amiben nagyjából hát változtattak ehhez képest. Alapvetően az a legnagyobb változás, hogy egy olyan albázat tették, ami egy kisebb, ami a Wraith, a Rolls-Royce Wraith méretéhez hasonlít jobban, tehát durván 15 cm-re ennél a Phantomnál rövidebb. Viszont a 21-es gyári kerekeket, amit egyébként lehet cserélni, 22-esen igazzal elmegy, tehát 21-es gyári kerekeket lecserélik 23-asra, tehát az elektromos autónál már 23-as kerék lesz. Nagyon érdekes, hogy ezeket a szép, konvencionális Rolls-Royce lámpákat hát meghagyják a formát, de lecserélik egy LED csíkra, és az egyik legnagyobb változás a hűtőrács méretében látható majd, mert összenyomták és megnyújtották széltébe, és egy új fazont ad ezáltal az autónak, de hát, mint tudjuk, ugye nem lesz mögötte motor, senki nem tudja egyébként még, hogy mit tesznek ide. Tehát még egyetlen egy benfentes sem látta, hogy mi van a motor háztetén. Csomagtartó lesz, nagy valószínűség szerint egyébként az, de lényeg az, hogy nincs mit hűteni ennek a rácsnak, el is fordítják. Még a Spirit of Ecstasy-t is átdolgozták, képesek voltak átdolgozni ezen a hölgyön ahhoz, hogy még jobban megfeleljen a légellenállásnak. A tervezők és a mérnökök 830 órát dolgoztak, de ugye egy fokkal ennél lényegesebb, durván egy 105 kW-os akkumulátorcsomag kerül a Spectának az aljába, ami 700 kilóval emeli az ő súlyát. A maga csak a batteri csomag 700 kiló, amit ugye neki zipelnie kell. Ez a Phantom, ami ugye egy nagyobb autó, mint a Specta alváza, ez 2600 kiló, az meg majdnem 3 tonna lesz, pár kiló hiány, 3 tonna lesz az elektromos autó, az elektromos Specta, ami egyébként, ahogy mondtam, kisebb lesz. Belekerül egy 585 lóerős elektromotor, ami ugye biztosítja azt, hogy durván ezzel a batericsomaggal az amerikai hát mérések szerint 400 valamennyi kilométert, az európai mérőállomás és ellenőző állomás szerint durván 500 kilométert fognak tudni elmenni, ami azért meggondolandó, mert nem igazán sok, de bízunk abba, hogy ugye olyan elektromos töltőállomások épülnek majd a jövőben, ahol nem kell sokat várni, ahol sokkal gyorsabban lehet föltölteni, és akkor ugye ez a dolog azért sokkal elegánsabb lesz, meg kényelmesebb, mert legkevésbé azt tudom elképzelni, hogy egy Rolls-Royce tulajdonos ott áll a töltőn, és várakozik, és bent teszi a zsömlét, addig, amíg tölt az autó. Ennek az autónak ugye a tervezők a végsebességét 250 km/h-ra ígérik. Ez az autó is nagyon halk, tehát alig lehet
hallani a motorhangot, kerékhangot is, borzasztóan sokat rákölt a Rolls arra, hogy leszigetelje, hogy hangszigetelést tegyen ezeknek az autóknak. Azt ígéri a Spectát, a világ leghalkabb autója lesz. Te is tudom képzelni, mert még tettek bele egy csomó szigetelőanyagot, még a baterit is leszigetelik, baterit is külön leszigetelték. Egyébként ezt az autót most már ide is tudom, majdnem hát másfél évet tesztelték hóban, fagyban, az északi országokban, Dél-Afrikában is, tehát sok-sok helyen tesztelték. 2,5 millió kilométert tettek az autóba, úgyhogy azt gondolom, hogy minden körülmények között, minden éghajlati körülmények között meg fogja állni a helyét. 0-100 km/h 4,5 másodperc alatt fog az új elektromos Spectra felgyorsulni. Senki nem tudja egyébként, hogy a Rolls a töltőállomásokat hogyan fogja megoldani, és kivel szerződik majd le. Tehát ez is egy nagyon komoly kérdés. A Teslának ugye hatalmas előnye van töltőállomásban, a világon, Amerikában és Európában és mindenütt, az, hogy időbe és már évtizedekkel, hát 2012 óta építgeti folyamatosan a töltőállomásait, de egy nagy húzással azért, hogyha a benzinkutakkal, a német kutakkal, a angol kutakat szerződik. Én ugye úgy vagyok vele, hogy a Rolls-ot elsősorban hosszú útra használtuk eddig a tündében, és úgy vagyok vele, hogyha ha most elektromos lesz, akkor hát akkor most hogyan? Most ott töltünk, és ott bemegyünk az áruházba, ott eltöltjük az időt. Tehát nem ugyanaz a feelingje, mint amikor teletankolod, és nyugodtan mehetsz vele 7-800 km-t, vagy ha kell, akkor 3 perc alatt bármilyen kutá után töltöd. Tehát ezt a típusú kényelmet még ez az elektromos autó nem adja. Már látom magam előtt azt a képet, amikor a 200 milliós Rolls-Royce tulajdonosok egy ilyen kis benzinkútba az autópálya mentén hát kávézgatnak a kamionosokkal együtt. A kamionos ugye lehet, hogy 3-4 vagy a kávé felszültsérés után tovább tud menni, és irigykedve nézik a Rolls-Royce tulajdonosok, hogy a kamionosok húznak el, mert őnek még maradniuk kell egy fél órát, 3 órát ahhoz, hogy elérjék a céljukat. Úgyhogy ez egy érdekes kép, egy érdekes vízió előttem, és kicsit elgondolkodtató, hogy vajon szabad-e ilyen sok pénzt kifizetni azért, hogy nehézségeink legyenek, amikor itt van egy motoros, egy benzines autó, ami azért ugyanolyan halk, ugyanolyan kényelmes, sőt, még extra is van, hiszen bármikor leúszhatom a tetőt és beengedhetem, amit az új elektromossal nem. Spectra is hasonlóképpen fog gurulni, mint most mi ezzel a Phantommal. Abban a különbségben, hogy 4 kerék meghajtású, tehát 2 villanymotor lesz szerelve rá. Azért a 4 kerék meghajtás az mindenképpen előnyösebb. Ennek ugyan az ember télen sokat nem használja, hóba, sárba, vízbe, de az alkalmas lesz majd arra valóban a 4 kerék meghajtás miatt, hogy télen is használjuk. Bár ez is egy kérdés, hogy mennyit fogja egy Rolls-Royce tulajdonos használni téren az autóját, de valószínűleg többet, mint ezt a 2 kerék hátsó kerék meghajtású. Tehát ezt mindenképpen előnyére lehet mondani az autónak. Azt a kontingenst, amit Európára szállnak, azt már régen eladták. Tehát nem olyan egyszerű a helyzet, mint hogy az ember azt gondolta volna. Látom magam előtt esetleg azokat a rossz tulajdonosokat, akik mondjuk majd rájönnek, mert most még úgy nagyon-nagyon hát illúzió keltő ez az elektromos klasszikus autó, akik majd esetleg, amikor már rájönnek, hogy azért nem volt kényelmes az a töltögetés, nem volt kényelmes ott eltölteni az a kávézóba azokat az időket, vagy pedig az út mentén lassan menni, hogy odaérjünk, és akkor majd esetleg eladják ára alatt, de ebbe itt is vannak kételjeim, mert Rolls-Royce új kategóriájáról szól, soha nem megy ár alatt el. Tehát erre még nem volt példa, valóban 3-4-5 év után esik az ára, de aztán nagyon hosszú ideig megint tartja. De lehetséges, hogy ezek az elektromos autókkal az lesz, hogy az elektromos autótulajdonosok egész egyszerűen bedobálják majd a törölközőt. Ez a dizájnhoz képest, ami itt a Phantomban van, alapvetően megváltoztatták a belső dizájnt, teljesen új digitális irányító rendszerét stílszerűen Spirit névre keresztelték. Nem tetszik nekem az a rengeteg csillag, amit elhelyeztek az ajtóba, a tetőbe, ami 4796 darab kis LED-ből áll, jól jelzi, hogy az autó milyen vevőknek készül. Az ajtót azt továbbra is suicide-os, tehát hátrafele nyílónak hagyják, ami nagyon menő, ami nagyon más, mint a többi autói, de azért
ha lehet mondani, hogy ez egyik legveszélyesebb, ez egyik legnehezebben használható dolog a Phantomba is, meg a Spectába is az lesz, hiszen egyszerűen nem lehet kiszállni belőle olyan helyen, ahol nagyon szűk, illetőleg hát mindenképpen veszélyes, mert amikor kiszállsz és jön egy biciklis, azt hátulról nem látod és rányítod az ajtóját, tehát mindenképpen veszélyesebb, mint a fordítva nyíló ajtó, de ettől függetlenül a Rolls-Royce-hez ragaszkodik, és egyébként én is szeretem. Érdekes az, hogy meghagyták ezt a gombot, ami itt van középen, és ezen nem változtattak, nem modernizálták, nem digitalizálták egy kicsit. Láthatóan arra törekedtek, hogy amit lehetséges benne, azt meghagynak egy kicsit a tradicionális formából. Az ülések annyiban különböznek a mostani üléstől, hogy az alsó része, tehát itt deréktől lefelé, az hűtő és klimatizált lesz. Nekem igazán nem tetszenek azok a színek, amivel ezt az új autót bemutatták, ezt az új változatot. Nyilván, ha én rendelnék, akkor nem ilyen színeket választanék, tehát mint minden Rolls-Royce tulajdonosnak megvan a lehetősége arra, hogy saját maga döntse el a legapróbb részleteket is, hiszen minden egyes autó a rendelés értelmében egyedien készül el a megrendelő igényeinek megfelelően. Úgyhogy én valószínűleg ezeket a színeket, amiket most így láttatok a Spectrában, ezeket nem nagyon tűrném el. Csillagoságet az semmiképpen nem szeretném. Én azt szeretem, hogyha úgy jön be a csillagoség, hogy le tudom húzni a tetőt, és akkor beengedem az igazi, originál csillagoságet, ezeket a műcsillagoságeket, ezeket én nem szeretem. Távoli elérését segítő applikációja a Whisper nevet kapta, ami mint valami digitális komornyik segíti majd a gazdag tulajdonosát útközben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy viselik ezt majd a Rolls-Royce tulajdonosok, hogy viselik a megfigyelést, hogy viselik azt, hogy folyamatosan információkkal bombázzák őket. Ez azt gondolom, hogy mindig a jövő zenéje, de valószínűleg ez az autón belül állítható, és hogyha ki akarod zárni magadat ebből, akkor ez kizárható leszel. Azért az látszik, hogy a németek már a Spice-ban vannak, hiszen egy tradicionális angol autónál a bemutató autó csak balkormányos. Nem készült jobbkormányos? Biztos, hogy készült volna, de nem készült, mert egyelőre a németek ezt tartották fontosnak. De hát amúgy is látszik a BMW-nek a keze nyoma ezen az autón, hiszen csak lehet minden BMW ebbe a Spectrába is, és minden az új elektromos BMW-vel hát közösen csináltak, és közösen gazdaságosítanak, hogy úgy mondjak, és teszik hát elfogadhatóbbá a két autónak a gyártását. Hát arra természetesen kíváncsi lennék, hogy a Rolls-Royce ad-e majd életed végéig ingyen töltést, mint amit a Tesla ad bizonyos modelleknél, mint az S-nél. De hát én azt hiszem, hogy nagy valószínűség szerint nem fog beleférni az árba, pedig beleférhetne, hiszen olyan áron adják, ahogy mondtam, közel hát 400 000 dollár lesz a Spectra, az elektromos Spectra ára, ami azért még mindig a Phantomnál egy 100 000 dollárral alacsonyabb lesz, de hát más is, azért egy más kategória. Szerintetek nem megcsufolása ez egy ilyen tradicionális autónak az, hogy elektromossá teszik? Mi véleményetek arról, hogy tényleg teljes mértékben mondjuk a 20-as évek végére, 29-30-re teljes mértékben az új autógyártásból kiszorulhat majd a benzines és a dízel, vagy akár még a hibrid is, és már csak elektromosat gyártanak? Ez vajon ki fogja el szolgálni, vagy lesz-e tényleg olyan szinten a technika a töltőállomások? Elsősorban egyébként azt gondolom, mint ahogy Charles Rolls is megmondta 1900-ban, minden a töltőállomásokon múlik, most is 120 évvel később én is ezt tudom mondani, a töltőhálózaton múlik minden. Ha a töltőhálózat olyan szintre fejleszthető lesz a 20-as évek végére, amikor már kiszorulnak a benzines autók, hogy gond nélkül pár perc alatt tölthetünk, akkor azt gondolom, hogy tényleg ez a jövő. Ha nem, akkor azért nagyon sok kérdés marad. Számomra is nagyon sok kérdés van még, ami megválaszolatlan a jövővel kapcsolatban. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a ti véleményetek. Írjátok meg nekem addig is kezeket a kormányra, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Én is fölléptem előző életembe. Vagy többször szoktam, mondjuk egy jó bizsút, ékszert. Ebbe a városállamban működött, ugyanazt kéne valahogy megpróbálni visszahozni nekünk is. Hogy az ő mentalitásuk micsoda? Olakala!
pozitív. Minden csodák. Nagyon-nagyon lemaradtál. Nagyon lemaradtál. Mi a baj a nadrágoddal? Elszakadt az első mozgásnak.